Chyba magnum miałem dać. 9! 9! Tegnap valahol itt adta be a kulcsot. De most, ugye nincs meg a kiút, mert a kardió lejtő, az az a bazi nagy emelkedő, utána ami most jön majd, egy kilométer múlva, vagy kettő. Ja, hát meg ott a híd után, majd azután megnézem, hogy még megye. Az már tuti a következő videó. Mert ugye a 4K miatt 5 perc fér egybe fáj méret. Csak azt nem tudom, akkor miért fadba van formázódva, miért itt van fírvel megírva, vagy MTFS-be, hogy engedjen nagyobbat. Most egy kilométer, ahol igazából kezdődik a fájdalom, a legnagyobb emelkedő, úgyhogy neki is pihenünk. Inni enni takony ki, 128 jó lesz. Hát az ennit azt csak viccből mondom, mert nagyon nem ettem ma. És hát szerintem több mint egy éve így csinálom. Másfél, hogy túl kaja nélkül reggel, ha lehet, elkarnitin, meg ilyenkor télen még termográny, ugye ez termogenikus zsírégető, nem kimondottan csak a zsírégető hatása miatt szeretem, hanem kicsit emeli a test hőmérsékletet, ami jó úgy a szétfagyás ellen. Mondjuk, hogy plusz 3, plusz 4 fok, lehet, hogy már 5 is van itt, ahol süt a nap. Túlöltöztem. 5 réteg van rajtam, fölül 2, vagy ha alul 2 fokni. Bakancs, de bakancsra fázik az ujjam, azt megszoktam. Az én kesztyű viszont 5-ös, ez nagyon jó. Nem fázok benn, egyedül a hüvelykujjam, ami ugye mondtam, hogy M-eset vettem, mert az ellesben éreztem a ujjaimat, hatalmas volt. Ez az M-esnek rövid a hüvelykűrése nekem, és szorítja kicsit, ahogy így rátámaszkodok a kormányra. Emiatt az az ujjam egy kicsit fázós, hogy olyan nyomós érzés, nem tudom, hogy mondjam. Na és akkor jön a legnehezebb rész. De kifújhattam volna az óram, se baj. Százharmincak, induljunk neki. És a 8-as táblától 132-ig kezdődik igazából. Kettőt vissza hátul, és feláll.